Tényleg nagyon különleges koncert lesz december 2-án a BMC-ben. Vendégeink itt a stúdióban Philip de Chalendar karmester, csellóművész és Emszt András zeneszerző zongorista. Jó reggelt kívánunk, köszöntünk titeket. Azért mondtam, hogy különleges, mert három kontinens, ugye Európa, Amerika és Ázsia kortárs zenei világát elevenítik meg ezen a koncerten. András, jól mondom? Hogy kell ezt elképzelni? Ezt a koncertet Sini Liu zongoraművész álmodta meg, aki Magyarországon él, de tájvani származású, és tulajdonképpen barátaiból, zeneszerző barátaiból készítette össze a műsort, tehát a koncerten elhangzó daraboknak a szerzőit ismeri, így engem is, és a két másik zeneszerzőt is. És tulajdonképpen az volt a célja ezzel a koncerttel, hogy tulajdonképpen a kortárs zenének három különböző szegmensét mutassam be Európában, és... Ez mennyire nehéz feladat? Azért a kortárs zene az nem egyszerű, majd mindjárt beszélünk még. Meg róla. Azért ezek a kontinensek hatalmasak. Hatalmasak, meg hát egyébként is messze vannak egymástól, tehát mennyire más a kortárs zene mondjuk Amerikában és Ázsiában? Tehát laikusként azt gondolom, hogy teljesen más. Hogy lehet ezt összehozni? Teljesen más, ez így van. Hát Amerikában hasonlóan Európához rengeteg stílus van most a mai kortárs zenében. Az amerikai világban nagyjából a 20-as, 30-as években kezdődött el egy ilyen nagy változás a kortárs zenében, és például a minimalizmus, a repetitív zene, Philip Glass, John Adams zenéje tette igazán híressé így az amerikai kortárs zenét, de azóta ott is rengeteg stílus van. Hát Európát jól ismerjük, tehát itt is rengeteg stílus van. És nagyon érdekes, hogy mi itt Európában nem igazán tanulunk az ázsiai klasszikus vagy kortárs zenéről. Miközben Japán Kodályról szól, és jobban ismeri Kodályt, mint nálunk sokan például. Így van, és bevallom, én se tudok sokat, így például a kínai vagy a japán kortárs. Egy kontinensen belül mennyi a különbség? Tehát most azért vagyunk nagyon szerencsés helyzetben, mert itt van Philip, aki francia, de közöttünk él évtizedek óta. Például mi úgy tudjuk, hogy mi világ nagy hatalom vagyunk, mi magyarok a zenében. Franciaországból vagy a francia zenekultúrából ez hogy látszik? Ha a francia ország a kortárs zene itt nagyon fontos. Például, amikor kezdtem a Conservatoire de Paris tanulni, rögtön sok kortárs zenét csináltunk, és ezóta inkább a klasszikus és operával foglalkoztam, de most nagyon, nagyon jó, hogy csinálunk ez a koncert. Egyébként nagyon érdekes, hogy egy koncert, ha van egy darab kortárs zene, akkor ez a közönségre egy picit nehéz hozni. De most könnyű lesz, mert három, csak kortárs zene lesz. Szerintem ezért nagyon érdekes. De jól érzem azt, hogy ennek szinte reneszánsza van? Tehát most kezdik a kortárs, tehát a kortárs zene az ugye a mai napok zené, de többet játszanak belőle mostanában, nem? Amikor tanultam 30 évvel ezelőtt, vagy több, a kortárs zene ez csak úgy volt, és senkinek nem nagyon érdekes. Ez a zene még mindig létezik, de ezóta a kortárs zene sokkal érdekesebb a normál közönséggel. Fogyasztatóbb az nem, igen, már nem annyira. Például azt mondta, hogy a minimális zene, van Magyarországon is olyan zene, hogy sok harmónia, van mondás, vagy lehet érteni, miről van szó. Nem csak ez a gyönyörű post-Webern szerialist zene, hanem igazi normál zene a normál közönségnek. Ezért szerintem nem félek, hogy mutatunk itt Pesten, mert mindenképpen ez egy főváros a zenevilágban. És mit hogy mutatnak? Mutatunk három kortárs darab. Mit vezényel? Filip, mit vezényel? Lesz egy először egy kínai zeneszerző, a Chen, nagy zenekáról darab, és aztán lesz egy inkább kamerászerű Joseph Alman, ez Amerikában él, és András fog játszani a saját darabját. Igen, mert a zongorázó és a zeneszerző is vagy, azt mondtam. Igen, tehát igen. A te daraboddal... Indult talán a koncert? Ezt igen, az én darabommal indul, igen. Hát és nagyon örülök, hogy én játszhatom a szólót is.
Illetve ez már a második zongoraverseny, és a Zeneakadémiai diplomámra írtam az első zongoraversenyemet. És... Mennyi idő alatt íródik egy darab egyébként? Hát ez nagyon változó. Jó, nagyon ezt a változó. Darabot, amivel most nyitjátok, mennyi idő alatt írtad? Ez egy olyan jó három és fél hónap volt. Három és fél hónap. Egyet segíts nekem megérteni akkor, amikor mondjuk tévézek, pontosan tudom, hogy egy riporthoz kell ennyi operatőr, meg hangtechnik, amikor megszületik egy darab, akkor te önmagadban megálmodod, hogy mi kell bele, és mennyi zenész, mennyi zenekar, tehát hogy nem minden zenekar tudja eljátszani? Hát tulajdonképpen azt álmodom meg először, hogy tulajdonképpen nem megálmodom az elején, hanem megkapom az instrukciókat, hogy mi az, amivel dolgozhatok. Jelen esetben volt egy zenekar. Én nem elkezdtem redukálni a zenekart, mert nagyon érdekelt. Az én darabomban nem nagy zenekar lesz, hanem vonós kíséret, tehát vonós zenekari kíséret. És tulajdonképpen ezt álmodtam meg, hogy vonós zenekar legyen zongorával. Utolsó néhány másodperc, mikor, hova rohanjanak azok, akik szeretnének ott lenni? December 2-án este 7:30-kor lesz a BMC-nek a koncerttermében a koncert, és az Anima Muzici. Merci, köszönjük szépen, sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen.